A napsütéses időben a Tompa László általános iskola udvarán több mint 140 gyerek keze alatt színesedtek a fehér rajzlapok. Plakátok készültek, mivel az intézmény 5-8 osztályos diákjai a földnapja alkalmából szervezett vetélkedőn vettek részt. Idén már 15. alkalommal szervezik meg a rendezvényt, melynek felelősei az iskola kémia, biológia, fizika és földrajz szakos tanárai. Az elmúlt évek alatt kapott elismerések azt bizonyítják, hogy érdemes már gyerekkorban elkezdeni a környezet tudatos nevelést. Korábban ezekért a tevékenységekért zöld díjat is kaptunk az Agorától, és az EcoAttitudine versenyen megyei első díjat is kaptunk ezekért a tevékenységeinkért. A több programpontból felépülő rendezvényen a diákok játszva tanulhatták meg, hogy a mindennapokban hogyan és mit tudnak tenni azért, hogy a Föld tisztább és egészségesebb bolygó legyen. Például a környezettudatos közlekedés témában meglepően ötletes alkotás született, és ez a hulladékból készült kerékpár. Az idei évben a környezetbarát közlekedést kellett ábrázolják barkácsok tárgyakkal, azon kívül fotóösszeállítást készítenek, az idén a tavasz volt a címe, és itt plakátot rajzolnak, és van egy vetélkedő a természettudományokból érdekes filmek alapján. Több diák már harmadik alkalommal vett részt a földnapi eseményen. Szerintük fontos, hogy minden évben legalább egy nap a bolygónk és annak tisztán tartása, megóvása legyen a középpontban. Elmondásuk szerint hasznos, hogy már iskolás korban megtanulják, mennyire fontos például a szelektív hulladékgyűjtés. Fontos, hogy egy évben legalább emlékezzünk arra, hogy a föld bolygót meg kell védeni, és hogy nem kéne tönkretenni. Védjük a földet, fontos, ne legyen mocskos, ne szennyezzük a környezetet. És a levegőért. A környezetet azt óvni kell, mert hanem nagy mocskosság lesz, ott nagyon kell vigyázni a jelekre, meg hogy mit hova kell eldobni, és nagyon kell védni a környezetet. Tetszettek ezek a vetélkedők, ezek a plakátrajzolások, az, hogy mindig az udvaron, a természetben történik. A plakátunk egy szemet, ami egyre jobban elkezd sírni, a negyedik képen már egészen sírági mutatja. És az első képen még virágzik, kék az ég minden, a legutolsó képen pedig már blokkok vannak, füstök, épületek. A program talán legizgalmasabb része a vetélkedő volt, mely végén eredményt is hirdettek a szervezők. A legügyesebbnek járó könyvjutalom mellett a legjobb 40 tanuló június elején jutalomkiránduláson vehet majd részt a Medvetónál és annak környékén. A hagyományos földnapi eseménysort idén a polgármesteri hivatal támogatta.